első feladatban a karikákon át kell ugrálni egyesével. Az elmúlt években nem volt könnyű a gyereknap megünneplése iskolai körben a járványhelyzet okozta korlátozások miatt. Idén épp ezért készültek nagy örömmel a közös gyereknapi programra az Íj és Gyula általános iskolában Hévízen, ahol a gyerekeknek életkoruknak megfelelő programokat szerveztek tanáraik. A felső tagozatosok az életkorukból adódóan egy kicsit komolyabb programon vesznek már részt, Bognár Balázs és Gerencsér János jó voltából, és moziba mennek, és a moziban egy filmet tekintenek meg, utána pedig ők is fagyizni mennek. A tantestület munkatársai kiemelt hangsúlyt fordítanak rá, hogy a gyerekek számára az életkori sajátosságaiknak megfelelő programokat szervezzenek, hiszen az ilyen ünnepnapok a diákok számára rendkívül fontosak. Azért, mert ilyenkor nem tanulunk, meg hát ilyenkor játszunk, és hát nagyon szeretünk szórakozni, futkosni, meg játszani. Az iskolai gyereknap az alsósok számára sportvetélkedőkkel és játékos akadályversenyekkel kezdődött a műfüves sportpályán, ahol osztályonként mérhették összetudásukat. Hát a pályát még nem teljesítettem, most fogjuk teljesíteni. Hát nekem a legjobban a szlalom fog tetszeni, a kosárlabdás. Többit még nem tudom, hogy milyen lesz. A délelőtti aktív sportprogramok mellett a délutáni órákban is izgalmas szórakozási lehetőségeket szerveztek az iskola alsósainak. Ebéd után jön a desszert, a fagyizás, a fagyi után pedig visszamegyünk az iskolába, és a napot egy graffiti rajzolással fogjuk befejezni, kidíszítjük a pályának a szürke betonfalát. A sportversenyek mellett vicces és ügyességi feladatok, valamint a népszerű kötélhúzás is szerepelt a délelőtti programban, melyet egy kis város nézéssel egybekötött dottózással zártak a legkisebbek.